Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Kutné Gábor vagyok, mutatom, mivel készültünk önöknek a mai napra. Életműdíjat kapott Ólódi Szabolcs. Újra Illés Tibor lett a bukovinai székelyek országos elnöke. A magyarországi németek elüzetéséről és elhúzódásáról emlékeztek meg Bonyhádon. Vince nap a Völcsény Múzeumban. Munkásságának elismeréseként a Magyar Testnevelő Tanárok Egyesülete életműdíjat adományozott Ónódi Szabolcsnak, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium címzetes igazgatójának. Nevéhez fűződik többek között az iskola atlétikai centrumának felépítése, a sportpályák országosan is elismert minőségűvé fejlesztése és a mindennapos testnevelés országos koncepciójának kidolgozása is. Ez az oklevél bizonyítja a Magyar Testnevelő Tanárok Egyesületének elismerését azért a munkáért, amelyet Ónódi Szabolcs hosszú évek alatt tett a testnevelés oktatás tárgyi és szakmai fejlesztéséért. Amikor eldöntötte, hogy testnevelő tanár lesz, egy olyan pálya nyílt meg előtte, melyen évtizedeken át volt tennivalója, és nem csak a mozgás szeretetének átadása, hanem a folyamatos versenyeztetés és a tárgyi innováció területén is. Fiatal tanárként néhány év kitérő után került a Bonyhádi Gimnáziumba. Mi Pécsről ide kerültünk ki gyakorló tanításra Kaszablajoshoz. Tehát Kaszablajos volt nekünk a mentortanárunk, és ide jártunk föl hospitálni Boros Dezső bácsihoz, órákat látogatni. Tehát így megismertük a tárgyi feltételeket. Majd azt követően már azt hiszem egy éve vagy másfél éve taníthattunk ott, amikor mentek itt a megyei edzőtáborok. És akkor a Harsányi Laci, ugye atlétikával foglalkoztam, atlétizáltam, Pincein is voltak atlétáim, és akkor meghívtak edzőnek. Úgyhogy minden nyáron, itt ezen a pályán én edzősködtem. Miután állást ajánlottak számára, a gimnáziumban új időszámítás kezdődött. Előttünk két olyan meghatározó testnevelő tanáregyéniség volt, akik az egész életüket itt töltötték, tehát ilyen 35-36 éves testnevelői múlttal rendelkeztek. Molnár tanár úr 30-as évekből, és Boros Dezső tanár úr pedig azt követően. De most mind a ketten atlétizáltak, atlétikával foglalkoztak, ezért a tárgyi feltételek így alakultak pályaépítéstől kezdve, hogy egyszerűen hagyománya voltak az atlétikának. Most bármilyen furcsa, nem önmagában csak a feltételrendszer, hanem egyszerűen köztudat. Tehát ha valaki ide bejött a Bonyhádi Gimnáziumba, tudta, hogy itt atlétizálunk. Na most, amikor bekerültem ide testnevelőnek, akkor összesen 12 tanulócsoport volt, és heti két testnevelés óra. Tehát úgy is mondhatnám, hogy a kötelező óraszámommal szinte az egész gimnáziumot lefettem, de délutáni edzéseket is tartottam, és az is beleszámított az óraszámba. Ehhez járult az a pályaépítési program, melynek eredményeként egyedülállóan az országban rekordtánnal borított futó és ugrópályák alakultak ki az iskolában. Egyszerűen úsztam a Gyönyörtől, hogy annyira tehetséges gyerekekkel találkoztam. Tehát egyszerűen reggeltől estig itt voltam a pályán, néztem őket, edzéseket tartottam, versenyre vittem őket, tehát bármihez hozzáfogtunk, kaszáltunk. Így aztán nyertünk mi labdarúgásban megyebajnokságot, nyertünk kosárlabdában, nyertünk kézilabdában megyebajnokságot. És ez annyira, hogy is mondjam, magával ragadt, hogy nem sajnáltam rá az időt. 99-ben felkértek igazgatónak, akkor megpályáztam az igazgatói állást, és akkor elnyertem. Most akkor már a mozgásterem más volt, akkor már döntési helyzetben voltam. Akkor beválasztottak már korábban az Olimpiai Bizottságba, hogy már azt hiszem, hogy volt ez 90 valamikor, és ott pedig hát, hogy finoman fogalmazzak, egy kicsit beágyazódtam a sportberkekbe oly módon, hogy ha bármilyen problémám volt, tudtam, hogy kihez forduljak. És akkor elkezdtem építeni a baráti kört, elkezdtem építeni, lobbiztam. És az volt a rigom, hogy addig nem megyek nyugdíjba, amíg nem építünk egy sportcsarnokot. És azzal ébredtem, azzal keltem, sportcsarnokot fogunk építeni. És akkor ebbe az irányba, hát
ugye Deutsch volt miniszter, aztán volt Gyurcsány miniszter, még eljöttek ők is, tehát nem kispályáztunk, és így nyomtuk, és mindenki bátorított, hú, ez egy nagyon jó konstelláció, hogy egyház és állam összekapaszkodik. Ígéret annyi volt, pénz egy szál se. A szülői összefogás eredményeként a nehézségek ellenére megépült az iskola atlétikai centruma. Elkezdtünk tarhálni. Akkor elővettük a anyakönyveket, összegyűjtöttünk valami 800 öreg diákot, akik vagy atlétizáltak, vagy valamilyen módon érzelmileg kötődtek. Ezeket mind megkerestük levélbe, Új-Zélandtól kezdve, Amerikán keresztül, mindenütt, ahol voltak. Sorba jöttek a felajánlások. Akkor Öreg Diák Szövetségnél évzáró ünnepé volt. Itt voltak az öreg diákok, akkor megint felszólítottam őket, hogy dobjuk össze, vessük össze a vállunkat. Az előttünk a generáció mit tudott itt építeni, milyen épületet épített itt. Hát nem igaz, hogy mi csak arra vagyunk jók, hogy a zsindeit megigazítsuk. Tegyünk hozzá valamit ehhez. Föláll az egyik öreg diák, és azt mondja, hogy felszólítja a sorstársait, adakozzunk. Ő 1 milliót mindjárt letesz. Na, és akkora lökést adott az egésznek, hogy ezt aztán beindította. Onodi Szabolcs nevéhez fűződik a mindennapos testnevelés koncepciójának kidolgozása, és ennek mintaintézményévé a Bonyhádi gimnáziumot tették meg. Következő évben az ifjúság testnevelésért kaptam egy kitüntetést fönn a minisztériumban. Most ez jól esett, hogy számon tartják, hogy egyáltalán létezik ilyen. Na most, amikor aztán bekerültem a Testnevelő Tanárok Egyesületének az elnökségébe, akkor az Istvánfi professzor, előtte a Nádor Laci bácsi volt, Laci bácsival is szót tudtunk érteni, utána professzor úrral is, hogy ez elérhető cél. Tehát ezt tűzzük ezt napirendre. És akkor éveken keresztül dolgoztunk ezen, konferenciákat szervezett a TF-re, de meghívott mindenkit. Orbán Viktortól kezdve Schmidt Pálon keresztül, az akadémisták, volt ott minden. És ezekről kiadványokat készítettünk, és ezeket a kiadványokat mindenhova elküldtük, ahova csak el lehetett. És teljesen váratlanul ért bennünket, mert úgy nézett ki, hogy ilyen válveregetős együttérzéssel nem fog ez menni különböző ok miatt. Még egyszer Orbán Viktorral, Istvánfi professzor meg tudott állapodni, hogy nem kéne ezen nyavajogni, be kell vezetni, aztán kész. Meglepett, hogy még mindig számon tartanak, mondja. Az alaptermészetem olyan, hogy nem szeretek visszapillantó tükörből menni. Tehát jó eső mindig erőt ad. A pálya szinte minden szakában megkaptam én azokat az elismeréseket, amik mindig erőt adtak. Tehát ilyen szempontból nagyon jól esett. Nagyon jól esett már önmagában, hogy a Schmidt Pállal együtt kaptuk. Most ő ugye a kormánynak a testnevelés és a sport ilyen irányú összekötő eleme. Jó esőérzés volt, hogy amit elterveztünk, azért meg tudtuk csinálni. Viszont olyan tisztességesen elbúcsúztam én, amikor nyugdíjba kerültem, hogy azt kívánom minden kollégának, hogy érje meg ezt. Tehát egy szakasz, az életünk egy szakaszát lezártuk, tehát semmi nosztalgia nincs bennem. Na most ezért én azt gondoltam, hogy ez befejeződött. Azt gondoltam, elmentem nyugdíjba, tisztességesen elbúcsúztattak. Az embernek az életében vannak szakaszok, volt egy szakasz, amikor ezt kellett csinálnom, most lesz egy másik szakasz, amikor más fogok csinálni. És meglepett, hogy ilyen utórezgések utolérnek. Úgyhogy ez nagyon jól esett. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége ismét Illés Tibort választotta meg az elnöki pozícióra. Az újraválasztott elnök azt mondta, ezután is Bonyhád marad a népcsoport országos központja, és ezt számos eddigi és jövőbeni rendezvénnyel is erősítenék. Az elmúlt év a Covid után az első volt, amikor minden betervezett programot végig tudtunk vinni, mondta Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének újraválasztott elnöke. Bonyhád eddig is a népcsoport központja volt, terveink szerint ez a jövőben még erősebben jelentkezik majd.
Számos évfordulót ünnepeltünk meg az elmúlt esztendőben, így például a Kakasdi kör 50 éves évfordulóját is. Maradt természetesen a Bukovina Fesztivál, ugye, amely különösen a tavalyi évben elég, úgymond, hála Istennek jó sikerült olyan értelemben is, hogy a külhoniak szép számmal részt vettek. Tehát ugye az Aldunáról, illetve az erdélyi részéről, ugye Madifalva, illetve Csernakeresztül, Déva, Marosrudas, tehát tényleg örültünk is neki, hogy ilyen sokan voltak, és jól is érezték magukat, úgyhogy ez sikerült. Hát valamint ugye a néprajzi táborunk is sikerült, illetve kicsit a felnőttek irányába ment inkább el, mivel itt is ugye visszaütött az a dolog, ugye, hogy az iskolákba is elmaradtak a programok, és így igyekeztek ők is ezeket ugye pótolni, és így elég sok programot szerveztek, illetve tulajdonképpen így elcippantották a gyerekeket előlünk. A Bonyhád belvárosában kialakított Székely Park egy olyan emlékhelyé vált, ahol megemlékezhetünk azokról az elődöktől, akiknek köszönhetjük kultúránk fennmaradását, mondta Illés Tibor. Bonyhádon 2 éve lett felállítva a Székely, illetve tulajdonképpen megvolt a Székely Parkunk, csak ugye a körforgalom miatt lett új helyre, illetve tulajdonképpen összevonva a meglévő emlékeink. Így tényleg kialakítottak, én úgy gondolom, sokan visszajeleztek, és ezzel kapcsolatban, hogy tényleg most egy nagyon szép küllemében is szépen mutató emlékparkká kerekedett. Úgyhogy én bízom benne, hogy mint ahogy ebbe az évbe is ugye úgy kezdtük, hogy egy kopjafát állítottunk, ugye az aldunai reformátusok letelepítő papjának a tiszteletes emlékére. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy még sok-sok olyan ember van, akik számunkra úgymond mindenképpen megilletné őket az itt elhelyezett kopjafának de hát ugye természetesen ez is véges, hiszen nem lehet telerakni az egészet kopjafával, de hál' a jó Istennek tényleg vannak vezéregyéniségek, vannak olyanok, akik vitték az ásztot, és hát bízom benne a jövőben is lesznek ilyenek, akik hasonlóan gondolják a szövetség, illetve nem csak a szövetség, hanem Bukovina kultúrát. Az idei esztendő programjaiban Bonyhád és ebben a Székelyház kap majd több szerepet. Így a mesemondó versenyünk is ugye, amely nem sokára lesz, az is hasonlóan Bonyhádon lesz megrendezve, valamint ugye a Bukovina Fesztivál is a nyár folyamán lesz, amelyet most a Magyarság háza, illetve a Bonyhád városa közösen fog megrendezni, és hát bízom benne, hogy még, illetve a néprajzi tábor is tulajdonképpen itt lesz most az idei évben, és hát a kézműves műhelyünk is, amely ugye most már jó pár éve működik. Hasonlóan szeretnénk ezt is újra, illetve nem, hogy újra, hanem folyamatosan életbe tartani. Úgyhogy végül is bizakodunk erre az évvel kapcsolatban. Tudom, hogy biztos vagyok benne, és sok csoportot, sok egyesületet az anyagi helyzet még, ami kilátástalan, ugye itt a pályázatokra gondolva, de hát remélem, hogy azért a kultúrára lesz keretünk, és lesz pénz, úgyhogy hogy ha nem is minden programot, vagy esetleg kicsit visszafogottabban is, de meg tudunk rendezni, hasonlóan mi is, és bízom benne, hogy a tagegyesületek is. Inkább a közösségeket egyfajta kapcsolatteremtés, és szorosabbá tenni a szövetségnek a nemrég tartott elnökségi ülésen hasonlóan közösen gondoltuk végig ezt, hogy miképpen lehet ezt segíteni, támogatni, illetve közvetlen kapcsolatot teremteni, hiszen sokszor a programok keretén belül nehéz ugye megismerni azokat a helyi sajátosságokat, problémákat, meg egyebet, ami tényleg mindenhol biztos megtalálható. És amiben tudunk segíteni, ha nem, akkor legalább támogatjuk, vagy mindenképpen kibeszéljük, ma az is nagy dolog, úgy gondolom. És a félreértések ugye előfordulhatnak bárhol, és ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy mielőtt elmérget bármi, hála Istennek nincs ilyen, de azért
de azért úgy gondolom, hogy egy folyamatos kapcsolat, egy folyamatos együttgondolkodás, illetve hát ez a célunk, hiszen ezért van a szövetség, ugye, mint ernyőszervezet, hogy minél inkább megfeleljünk ennek a feladatunknak. Úgyhogy én bizakodok benne, hogy és el is kezdtük, ugye itt most egyfajta látogatások keretén belül, ahol elnökségi tagjainkból közösen elmegyünk és fölkeressük azokat a tagegyesületeinket sorba, ahol végül is él és működik a csoport. 77 évvel ezelőtt ezen a napon indult el Budaörsről az első vonatszerelvény, ami az előzött magyarországi németeket szállította Németországba. A bonyhádi német önkormányzat, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és a Tolnamegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége emlékezett a szörnyűségekre. Az eseményen Filóni Ferenc Ibolya, a város polgármestere mondott köszöntőt. Nézzétek! Napba törtetően mind épít büszke kupolát. Egekbe lendül lelke, karja, kőhomloka, érc akaratja, győzedelmesen lendül magasba, és mélységekbe száll tovább. Juhász Gyula Himnusz az emberhez című versét adta elő a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium egyik diákja. Az intézmény a bonyhádi német önkormányzat és a Tolnavármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségével közösen tartott megemlékezést a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján. 1945 őszén megkezdődött a magyarországi németek elüzetése. 200 év minden teljesítménye vált semmisé, több évszázadnyi ittlét után jogfosztottak, előzöttek és hazátlanok lettünk a magunk választotta, együttesen felépített hazánkban. A magyar történetírás évtizedig azt az álláspontot képviselte, hogy a magyar kormány a magyarországi németek előzésében a szövetséges nagyhatalmak kötelező érvényű szabályzatának nyomására cselekedett. Ma már tudjuk, hogy mindez nem fedi a valóságot. A svábok előzéséről az akkori minisztertanács az 1945. december 22-én megtartott ülésen döntött, a svábok egy batyúval jöttek, és egy batyúval kell, hogy elmenjenek. És mindezen jogfosztások ellenére magyarországi németek a kitelepítő vasúti vagonok oldalára ezt írták: mi mégis magyarok vagyunk. Ezek a feliratok is egyértelműen azt tanúsították, hogy mi svábok már akkoriban is édes hazánknak tekintettük Magyarországot. A lebombázott, éhező Németország nyugati, majd később keleti részére érkező magyarországi németeket nem fogadták kitörő örömmel. Jelzi ez azt is, hogy az akkori német polgárok azt mondták rólunk: megjöttek a magyar cigányok. De keserű sors várt az itthon maradottakra is, teljes jogfosztottság, elnyomás. A német szó, a német név olyan hátrányt jelentett a háború után, hogy tehetséges fiataljaink boldogulása nagyon sokszor szenvedett csorbát emiatt. Az eseményen Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere is beszédet mondott. Ebben a gimnáziumban 1995 óta emlékezünk meg a Málenki robotra elhurcoltakra. Ebben az évben került az emléktábla felhelyezésre a gimnázium homlokzatára, amelyet azóta is minden évben megkoszorozunk, és így tesztük ezt majd ma is a mai ünnepség keretében, a későbbiekben. És ami számomra ezeken a megemlékezésen a legemberibb volt az elmúlt időszakban, az, hogy azokkal együtt tudtunk emlékezni, azzal a néhányal, akik hazatértek, akik túlélték mindezt a borzalmat. És ma már sajnos ez nincs így, nem lehet így. Hiszen tavaly májusban Schmidt-Herrich Lizi néni is elhunyt, ő volt az utolsó bonyhádi túlélő. Ha végig gondoljuk az ő történetét nagyon röviden, akkor nem tudom, hogy fogalmazhatunk-e úgy, hogy szerencsés volt, hiszen nagyon szép kort élt meg, 97 éves volt. 1947. júliusában szabadult a lágerből, 2,5 év után. Sokaknak ez nem adatott meg, mert egyrészt vagy soha nem térhettek haza, hiszen nem élték túl,
vagy több mint 5 évet is raboskodtak és fogságban voltak. Mondhatjuk, hogy szerencsés volt? Szerintem ő is áldozat volt, ugyanúgy, mint akik elhunytak. És azt gondolom, hogy nekünk rá és mindannyiukra emlékeznünk kell még nagyon sokáig ahhoz, hogy a mi közösségünk olyan erőben legyen, ami mindannyiunk javát szolgálja. A rendezvény zárásaként a résztvevők megkoszorúzták az emlékműveket. Tematikus tárlatvezetés, ismeretterjesztő előadás és meglepetés program is várja a gyerekeket, akik ellátogatnak a Bonyhádi Völgységmúzeumba. Az intézményben ugyanis vincenapi rendezvénnyel készülnek a fiataloknak. A Völgységi Múzeum munkatársai küldetésüknek tekintik, hogy az iskolákban viszonylag kevés óraszámban megtartott hon- és népismereti órákat kiegészítsék. Ezúttal vincenapi programmal készült az intézmény. A borászok életében ez egy jelentős időpont. Ekkor van az, amikor az időjárás alapján, hogy esik-e, illetve hogy száznapos idő van, jósolják meg, hogy mennyire lesz jó a termés. Számos egyéb népszokás is kapcsolódik hozzá, mint például a vincavessző, ami hasonlóan a Luca búzához a következő évnek a termésére ad egyfajta becslést, illetve hát ekkor van a pincelátogatások, a földáldás, a szőlőáldás, a pincelátásnak a hagyományos szokása. Egy ilyen programmal készültünk a gyermekeknek, megmutatjuk azokat a tárgyakat, amiket a szőlészet borászatban használnak. Itt a Völgységi Múzeumban, ahol állunk, a 2. számú terem, az a szőlőtermesztésnek, illetve a borászatnak van szentelve az állandó kiállításunkban. Ezt fogjuk nekik megmutatni, illetve Gábor Zsolt muzeológus kollégám egy izgalmas előadással készült nekik. Számos régi hagyomány van, ami szerte a Dunántúlon, illetve szűkebben Tolna megyében, illetve még szűkebben Völgységben és Bonyhádon is egészen az elmúlt generációig is élő hagyomány volt. Manapság ezek kiveszőfélben vannak, és fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a következő generációnak is továbbadjuk, hogy ezek ne csak tankönyvekben vagy régi könyvekben olvasható szokások legyenek, amik egyébként még a szüleiknek vagy a nagyszüleiknek az életének a szerves része volt. Számos ilyen szokás volt, és igyekszünk mindig ezekre felhívni a figyelmet, és egy kicsit bentartani őket a köztudatban. Én biztos vagyok benne, hogy rengeteget számít az, hogy tárgyakat láthatnak, nem csak olyan tárgyakat, amikről egy fotóról vagy egy másolatból, hanem magukat az eredeti tárgyakat, amik akár több évtized vagy több száz éves tárgyakról beszélünk, és ezeket kézbe fogni, ezeket megtekinteni, ez ad egy olyan pluszt, ami a tankönyvekből, meg ami az elméletből nem jön át. A program során a gyerekeknek még kóstoltatást is tartottak. Természetesen a gyerekek kiskorúak, alkohollal nem fogjuk őket itatni, de a pincénkben muskóstolás lesz, illetve megtekintjük a 2. számú kiállító helyiségünkbe az állandó kiállításból azokat a szőlészettel, borászattal kapcsolatos eszközöket, melyeket ma már csak múzeumban lát a látogató. Láthattok a vázába egy kadarka vesszőkosarat, és a szőlő nagyon mélyről hozza fel a táplálékát. Tehát nagyon mélyen gyökerezik a szőlő, és ugyanígy a magyar kultúra is, illetve a Kárpát-hazának az összes nemzetiségének a kultúrája nagyon mélyen gyökerezik. Azt, amit említettem, hogy néhány órában honnan is népismeretet tartani, az nem elegendő dolog. Mi magvető szerepkörben vagyunk, a hon- és népismeret az meleg ágya az etnográfiának, tehát a néprajznak, és nekünk elég gazdag múltunk van ahhoz, hogy ebből táplálkozni tudjanak a elkövetkezendő generációk. Bízom benne, hogy minden újdonság számukra, egyáltalán, hogy el tudják képzelni az évkörön belül, hol helyezkedik el Vince. Hogy alakult ki Vince? Egy félreértés az egész, mert a latin neve a Vincentinus az győzedelmest jelent, pedig nem Vincent, hogy százszoros bor. Mégis ez a nap az, amely klasszikusan a régiségben, azért mondom, hogy a régiségben, mert a szőlész szomszédommal tegnap beszélve már a szekszárdi szőlővidéken a meccésnek túl vannak a felén már. Tehát ugye itt a időjárás változása sajnos ezt hozta magával, de hogy folytatódik, hogy igazgató úr elmondta a lucanapi búzacsíráztatás után, illetve a borbálanapi cseresznye ág rügyeztetés után a vesszővel, tehát a időben. Mindennek megvolt a maga ide a régiségben. A régi ember értette a csíziót. A mostani ember nem tudja sokszor, hogy milyen hónap van. Ezt tapasztaljuk ma is, hogy esett az eső, esett a havas eső, és itt van január. Köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!